Megtartották a katonasulisok országos ifjúsági légfegyveres lövészkupa döntőjét Budapesten, a Bokcsarnokban. A lövészet az egy olyan alapvető sport, egy olyan alapvető tevékenység, amely az embert fegyelmezettségre, tudatos magatartásra, összpontosításra, koncentrálásra készteti. Egy olyan tevékenységben vesznek részt, amely a katonai élet alapja, a katonai élet és a hazavédelmének, honvédelmének az alapja. Az országos döntőt megelőzően az iskolák külön-külön rendeztek egy-egy házi bajnokságot, ahonnan kikerült az a 35 csapat, akik megmérettették magukat a döntőben. Amikor belevágtunk ebbe a lövészetnek a hát népszerűsítésébe, vagy ennek a lövész szakköröknek a kiépítésébe, hogy ugye van nekünk a honvédelmi nevelési program keretében a katonai alapismeretek érettségi tantárgy, ami főleg elméleti ismereteket tartalmaz, és ehhez kerestük meg azt a hát utat, lehetőséget, hogy a tanulóknak az elméletben megtanultakhoz egy gyakorlati kipróbálási lehetőséget is kiépítsünk. És a lövészet volt az egyik olyan sportág, ami ugye legközelebb áll a katonai jellegű dolgokhoz, másrészt ugye a tananyag részét is képezik. A rendezvény célja a többi között az is volt, hogy felkeltsék a fiatalok érdeklődését a katonai pálya iránt. Ehhez nyújtottak segítséget a Magyar Honvédség alakulatainak színes programjai és bemutatói. Akik várják, hogy sorra kerüljenek, számukra különböző programokat szerveztünk, amiben a haderőnek a különböző képességeit kívánjuk megmutatni, például a tűzszerészek itt vannak kutyás bemutatóval, a tűzszerész robottal, egyéb eszközeiket a gyerekeknek meg tudják mutatni, de a repülőgép szimulátorral, első világháborús hagyományőrzők bemutatójával, illetve a rendészeti központnak a eszközei, illetve a katonái is itt vannak, akik meg tudják mutatni, hogy mit is csinálnak hétköznapokban.